putem noi să-ți dăm pentru o iubire așa de mare. O, Doamne, eu te rog, primește ca ispășire tot ce ai. Și gozătea, nu gozătea, nu gozătea, nu gozătea, nici pentru nu știe și mândrăția ne. Iisușul, ce-aș mec bine încăr, menci mec mică. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, fă ca Mângâietorul, care de la tine purcede, să lumineze sufletul nostru și după făgăduința Fiului Tău să ne conducă pe noi. Cango Major, Cango Major, mele te-l Cango Major, a vrut să pot mă dar voce, eletel, eici pusta bortă repetin, mele tu să vor nevestil. Moshe ursa goce ozad, choko zurishtan gondurad. Ida genyal biboritnyum, olos popochka gnyokodum. Nem tudsi nekelni gyurni, anyanyal vini matkozni. Én Istenem, hová leszünk, gyermekeink, s milyen leszünk, melyet apáink ürisznek, elpusztítják szép nevünket. Magyarok minden bizonnyal voltak már a Szeret völgyében Erdélytől keletre, a honfoglalás idején is. Erre számos régészeti adat utal, azonban nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy ezek a telepek fönnmaradtak volna a későbbi népvándorlás, későbbi támadásoknak a viharában. Sokkal valószínűbb, hogy igazán Csángókról csak a 13. században beszéltünk, amikor ezek a tatárjárás után előretolt határtelepek voltak, tehát a Kárpátok túloldalán telepítettek már határőröket a magyar királyok, hogy védjék a Kárpátok vonalát, az országnak a határát. A 15. századból már arról vannak adataink, hogy nagyobb mennyiségű erdélyi ember ment oda. 1467-ből Mátyás király hadjáratáról van egy nagyon szép történet, amelyet Bonfini, majd pedig ő nyomán magyarul Heltai is megörökített, hogy a Moldvába benyomuló magyar csapatok elfogtak egy helybelit, és tolmácsot kerestek, mire az illető közölte, tolmácsra semmi szükség, ő speciál egy erdélyi magyar ember, aki az itteni magyar rokonságának, moldvai magyar rokonságának a felkeresésére jött. Különösen nagy számban vándoroltak ki a 16. századtól ezek a székelyek, akkor ugyanis a székelyek fokozatosan elvesztették a szabadságukat, a Báthori dinasztiához tartozó erdélyi fejedelmek visszavonták ezeket a katonai szabadságokat, és ekkor a szabadabb életet választották sokan a Kárpátok túloldalán. Egy újabb nagy hullám jött, amikor a székely veszedelem, a mádéfalvi veszedelem után, a 18. század második felében, amikor Mária Terézia királynő ezeket a székely falvakat határőr szolgálatra akarta kényszeríteni, és ekkor igen sokan átmenekültek Moldvába. Ugyanakkor számolnunk kell bizonyos visszatelepüléssel is, tehát moldvaiak jönnek vissza Erdélybe, és ezek a moldvai csángók igyekeznek a mai napig megőrizni, néha rendkívül heroikus erőfeszítéssel az identitásukat, tehát ezek azok a hullámok, amelyek esetében nagyobb kitelepüléssel számolhatunk. La Moldavie est un pays habité par les Roumains. Moldva egy románok által lakott terület, akik vallásukat tekintve nagyobb részt ortodoxok. De ugyanakkor létezik egy sor olyan falu, nevezhetjük tulajdonképpen láncolatszerűen elhelyezkedő falusornak, amelyet magyar eredetű népesség lakik. Ők a csángók, akik kissé archaikus nyelvet beszélnek, és a románokkal évszázadokon át tartó együttélés következtében a magyar állam határainál nagyon beolvadtak a román kultúrába. Aminek az lett a következménye, hogy például viseletük, valamint énekes hagyományuk hasonlít a románokéhoz.
Annak ellenére, hogy a két etnikum között nagyon erős kölcsönhatás van, a csángók megőrizték vallásukat, ugyanis római katolikusok. Anyanyelvüket is megőrizték, amely, mint említettem, archaikus magyar nyelv. Édesanyám azt mondja vala, nem esett, egy 4 hétig ezt busultuk. De ne busuljatok, fiam, semmit, mert mikor a magas hegyeket, mert itt látunk magas erdőket itt. Magas hegyeket, mikor lássátok, hogy a köd csomboljog, jön kerüli, 3 nap alatt úgyis megesz. Nem jött higgyem, no, meglássuk. Én mondom valami édesanyámnak, ahol hosszúságon honnan kerül köd? Nézd meg te, hogy hosszúságban se köd úgyis állja, az Isten úgy akkor, hogy esőt adja. És a való volt. És azt hittük. Ma máig hiszem. 19-20. Században az iparosodással, azután az, hogy egy országba kerültek Románia megalakulásával 1918-tól Moldva, Erdély és Havasalföld, ez folyamatosan van, és mai napig is tudunk, de ez már nem történelmi néprajzos feladat, hogy innen elvándorolnak, munkát keresnek, Bukarestbe vándorolnak, stb. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem egyfajta stabil, merev képet kell elképzelnünk, hanem egy állandó vándorlást, amit állandó visszavándorlás is van. Erre egyébként nagyon sok adat van, mert akkoriban próbálták ezt megakadályozni, őrizték a határokat, tehát nagyon sok leírásunk van, 16-17. Századból, de 19. századból épp úgy vigyázzanak, a erdei átjárókat, erdei szorosokat őrizzék, a falu, hogyha onnan valaki elment Moldvába, köteles visszahívni az illetőt. A nemzetiségig mindegyiknek kiadja maga magát, hogy magyar nemzetiségből származik. Vaj Laci, vaj Bece, vaj mindig ugye olyan nevek, ami a magyar népből származik. Úgyhogy jába mondják nekünk, akar ki, s akar melyik, mert ugye, hogy a neve maga magát kiadja. Úgy értem, ha magyar vagy, akkor katolikus vagy. Ha pedig azt mondod, hogy román vagy, akkor más vallás vagy, akkor ortodox, úgy mint mondják, más vallás vagy. Az öregek úgy tudták ezelőtt csak a magyar szót. Nem tudták, hogy legöregek emberek, melyikek állnak halva, azok beszélgettek csak magyarul. Román kicsi volt. Nem beszélgettek románul, csak valamint a városba, és ha elment és valaki olyan ember a városba, nem tudott jól beszélni románul, mert ők itt a falukban mindazt folytatták a magyar beszédet, a csángó beszédet. Mentem legeltetni egy vornyúval, egy valami áll mindig a mezőre, olvastam, és akkor elgondoltam úgy, nem tanultam én ma tovább, de kezdek tanulni magyarul. Úgy, amit a templomban tanultam, ugye imádságot, ilyeneket, amit tudtam, karácsony ilyeneket, mit tanultam édesanyámtól, vagy pedig mi ilyesmiket. Akkor vettem könyvet, és néztem, hogy minden szavat mondok itt, és milyen betűk vannak benne. És úgy megtanultam jól olvasni magyarul. Én nem sokat remélek, mert rengeteg riport készült a csángokról. Mindenki megcsinálta maga dicsőséges riportját, és maradt minden a régibe. Itt főleg gazdaságilag kéne őket megsegíteni, hogy a pénzbeli meg gazdasági érdekek a magyarsághoz fűződjenek, mert akkor be lehetne indítani egy csoportot is, tánccsoportot, vagy olvasókört, vagy mit tudom én, színjátszó csoportot is. De nem ezt csinálták. Megcsinálták a riportokat, vagonszámra beküldték a könyveket, amit el se tudnak olvasni. Ha el is tudja, nem érti meg, mert ők ugye egy régi magyar nyelvet beszélnek, elvesztették a kapcsolatot a magyar tömegekkel, megállott a nyelvfejlődése. Az új szavakat nem ismerik, azt a románból kölcsönzik, úgyhogy hiába adok én oda neki egy magyar könyvet, elolvassa, nem érti meg. Minél többet kihozni, tanítani, de nem ide, hanem Erdélybe. Magyar iskolában. Az anyanyelvi oktatás egyébként a 19-20. Században csökkent le nagyon, sajátos módon egyébként a politika fordulatainak megfelelően a II. Világháború után egy igazi reneszánsza volt,
amikor pontosan a párizsi békeszerződés idején a román kormány bizonyítani akarta, hogy nem csak jogosult egész Erdély megtartására, hiszen ott minden nemzetiségi jogot be fognak tartani, hanem még Erdélyen kívül is a Magyarországhoz sohasem tartozott Moldvában is az ott élő magyarok minden nemzetiségi és oktatási jogban részesülnek. Ez egy igazi reneszánsza volt a magyar falusi iskoláknak, amelyet azután a politika újabb fordulatai nyomán sajnos elsorvasztottak, és a Ceausescu rezsim idején oda jutottak, hogy a magyarok magyarul írni sem tudtak. Közismert, hogy Lakatos Demeter, a csángok talán legkiválóbb irodalmi képviselője, kénytelen volt román helyesírással magyar nyelven megírni a verseit, hiszen magyarul írni sem tudott. Az általam vizsgált időszakban, tehát a 16-17-18. Században a csángó magyarok között diákok, tehát olyan iskolamesterek, akik egyben papi funkciókat is elláttak, és azt mondhatjuk, hogy a csángó magyarok igazi szellemi vezérei voltak, ők tanítottak az iskolákban, és noha természetesen mindig óvatosnak kell lenni, amikor katolikusok nyilatkoznak ortodoxokról, magyarok vagy olaszok nyilatkoznak románokról, de mindez beszámítva, és azt hiszem objektívan megállapíthatjuk, hogy a román ortodox egyház sokkal kevésbé törődött a falusi iskolákkal, tehát mondható, hogy a csángóknak magasabb szintű volt az oktatás, és mondom, ebben semmiféle visszavetített nemzeti büszkeség nincs, amit mi sem mutat jobban, mint hogy a román bojárok és a jobbmódú román kereskedők szintén a jezsuitáknak az iskoláiba, vagy pedig a magyaroknak az iskoláiba, amikor volt ilyen, küldték a 17. századba gyerekeiket. 47-ben valami Karel nevezeti tanító volt ide küldve, akkor félosztályt átjöttünk magyarba, és félosztály megmaradt románul, meg nem akart átjönni. Segítséget kaptunk abban az időben. Aztán később idővel az 50-es, 55-ig azt a tiszta magyar tanítás volt itt nálunk. Meg volt az inspektorátus Bákóba, meg volt Bukarestben a főinspektor. Az volt a nagy baj, hogy 1955-ben a magyar tanítók elmentek. A Magyar Népi Szövetség megalakult azonnal a doktor, az 47-ben kb. Gróza kormány idején. De ez egy gyága volt a kommunista pártnak. Egy gyágos, azt mondta, hogy kedvezményt ad a magyaroknak, hogy aztán ez egy gyökár, aztán az a gyökárat lecsipték, levágták losacskán, tudja. Nekem szerencsém volt, hogy bekapcsolódtam abban a mozgalomban, hogy az 50-es években volt, amikor néhányan Moldvából kikerültek Bolyaira, Kolozsvárra. És ott végeztem Kolozsváron, visszakerültem a faluba, a családban állunk, a nyelvjárást beszélték, szüleim is. Anyusom, apusom, feleségem is, mindenki, úgyhogy... Én saját magamtól önkéntesen felvállaltam ezt a munkát, ezt a nehéz munkát, hogy kezdem mozgatni a magyar nyelvet, mert nagyon lehűlt nálunk a magyar nyelv. Ez nekem fáj, ez sajnos, hogy éppen azok fékezik a magyar nyelvet, akik ők is olyan magyarok, mint én is. Csángó magyarok vagyunk. Akkor itt úgy kéne, hogy valamiképpen úgy, hogy legyen nekünk is lehetőségünk, hogy műveljük ezt a magyar nyelven. Tehát olyan nyelv, ez drága nyelv, ez legnagyobb kincs a minden nemzetségnek, ugye? Én megmondtam a rendőrségnek, ezt kérem szépen, amikor felhívtak hozzáig, kezdtek engem szorongatni, fenyegetni, akkor én azt mondtam nekik, hogy vigyázzatok, mit csináltok, mert én az alkotmánynak a cikkeit tudom, mit jelent ez. Nekünk megvan adva az a jog, hogy művelhessük az anyanyelvet, tanulhassuk az anyanyelvet, tartozhatunk ilyen gyülekezéseket, egyik, másik, jobbra, balra, ez ki van szabadítva. Az én menyem a nagyobb tanító az iskolánál, és akkor fejje, azt mondta az én édesanyám, állott jövő, azt mondja, egy Bukarestből egy mellék volt a magyar nyelvvel, hogy a magyar iskolát Bélát tegyék. Csak azt mondták, hogy Bélát tegyék, csak nincs hol tanuljanak, mert az iskolában nincs szabad óra. Mikor gyermekek tanulnak, akkor nem, nincs mikor tegyenek be még magyar órát. És azok, akik voltak, vagy 30-an hallottam, akkor azok úgy megértek, mikor rájöttek Bukarestből, hogy mind visszahúzták maikat. Félnek, hogy nehogy előbb valami történjék,
szokott, vagyon nálunk melyik van Csángó vezetéknek Dumondrás, akkor ő gyűjtött ezt a gyermekek, ezt tanítta nála, otthon. Ebben a faluban román nincsen, csak mind Csángó magyarok vagyunk. Csak vagyon a Rekecsimben, a köstékházhoz tartozunk. Ott román, fele román, több közben románul beszélnek. De ez a falva, Szomoszka, Kléze, Fundurekecsin, ezek mind magyarul. Csángós magyarul. Mi sem találkozunk itt a beszédvel. Nem talál a beszédünk nekünk is itt. Aztán magikval még annyi se. Úgy tanított mamám mi atyánkról, az üdvözlégy, hiszek egy. Aztán odafelé rosszkodtam másikokat, én megtanultam alahul. Mert ha úgy volt, két úgy tanított diák, úgy mondjuk nálunk diák. Tanított, és alahol tanultuk meg. Azt azóta a templomban is inkább úgy mondják, alahol úgy tanultuk. Inkább úgy mondjuk alahol. Magyarul nem ebben már. Én nem ezt mondom magyarul. Valahol mondom. Tátán rossz, és bukrötyöm a jeim. Mi atyánk, az üdvözlégy? Mi atyánk? Tíz parancsolatot. Hát most kam, álpalájtettük mikös, mert alahol mondják. És ezt kettő magyarokat álpalájtettük. Majd mondják románus, nem tudjuk. Imma. El van felájtva. Megmondtam előtt. Inkább úgy ülök. Nem gyanok meg. Inkább úgy ülök, nem gyanok meg. Ha álljön magyarul, akkor tudok felállni. Mit vétkeztem? Ha olavul, távol tőlem, mert nem tudok. Ember lesz, mert mind az Isten embere, azt kell mondjam. De ha nem tudok, nem tudok. Én az anyanyi nyelvet, azt tudom. De ma azt nem. Minden a papukon múlik. Vatikánnak ez egy problémája, hogy román katolikusok legyenek, ezért elrománosítják a moldvai csánkokat, a bukovinai lengyeleket, a dunamenti bulgárokat, hogy megtörik a görög-keleti egyház egységét a románoknál. Ez egy politikai dolog, ami évszázadok óta folyik Moldvába. Tulajdonképpen politikai üldözöttek ma is, mert nincs sem magyar iskola, sem magyar pap, nem mondhatja ki azt, hogy ő magyar. Egyáltalán nem lehet ezt mondani Moldvába, hogy én magyar vagyok. Nincs magyar ott. Sőt, azt mondják, hogy miért beszéled ezt a cigány nyelvet, legyen egy kisebbségérzés, hogy szégyelje azt, hogy magyar. Én úgy látom, hogy ott a papok teljesen átvették a szekuritáténak a szerepét, és ezt felsőbb irányítással csinálták ezt meg már az előző kormány, és szemet húny azelőtt, hogy ha megjelenik valaki egy faluban, most a papok azok, akik reagálnak, hogy mit keres itt, vagy mit akar. Hát mi köze neki hozzá, hogy én miért megyek oda be? Semmi köze hozzá. És terrorizálják az embereket, hogy ne fogadják be a magyarokat. Hát többek között most letiltották még a Virasztóba is a magyar éneket. Kötelező módon elküldik a kántort, aki románul folytatja le a Virasztóba az éneket. Siratás pedig azzal zsarolják őket, hogyha magyarul sirat, nem temetik el a halottat. És ők tudva való, hogy ők nagyon vallásosok, és hát az egyházi szertartást ezt elvárják kereszteléstől elkezdve. Hát olyan dolog történt például Szabófalván, hogy a lány meggyónta, hogy terhes, és az oltáron letépte a fejéről a koszorút a pap. Olyan sokkot kapott a lány, este el is vetélt a lakodalomba. Hát az pap, gyilkos, nem pap. Milyen pap az, aki megtagadja a saját anyanyelvét és nemzetiségét? Az betartsa a 10 parancsolatot? Ah, no, that's what she said.
voi propune păcătoșilor căile tale. Să primească în pacea sa și să învie trupul în ziua de pe urmă. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai plâns la moartea lui Lazar,
bine voiește așterge lacrimile noastre. Te rugăm, ascultă-ne! Tu care ai înviat pe cei morți, bine voiește a da viață veșnică surorii noastre, Margareta. Te rugăm, ascultă-ne! Astfel îndurarea ta să unească acolo cu îngerii tăi în ceruri, așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică, dă-i o ei, Doamne, Hristos, aleluia, din noi, cu moartea pe moarte cărcând și celor din moarte. Világ legelhagyatottabb népének tartottam őket, láttam őket. Amikor beléptem a lakásukba, bizalmatlansággal fogadtak, mert hiszen a nadrágos ember velük nem szokott beszélgetni. A nadrágos ember őket úgy hívta, hogy bangyen, ami azt jelenti, hogy félhűje állat. De amikor látták, hogy én annak ellenére, hogy nadrágba mentem be, nem nevetem ki őket, és nem csúfolkodom velük, hanem emberként beszélek, akkor megértették, és elkezdődött a beszélgetés, és mai napig is tartana, ha tehettem volna, ott maradhattam volna közöttük. Bementem Moldvába, és ott bejártam a csángó magyar falvakat, és én hoztam Moldvából az első magyar népdalt. Színyem és futnám búsultam, határimot meghaladtam. Színyem sem volt úgy búsultam, határimot meghaladtam. Színyem sem volt úgy búsultam, mindasszonyak nem búsulok, hogy az utakon nem sírok. Éj, sírok titkom, más nem lássok, hullak egyben mindegy másról. E hullelembe hull a fűdre, hull a forró kebelembe. Éj, arkot vártak itt orcámon, mind a patak az utcákon. Azt énekeltem Moldvába Domokos Pál Péternek 1932-ben. Egyszer nyitja a kaput az embere, mikor nézem, akkor fogja a lónak a fékit, Domokos Pál Péter a tanár úr,
Még egy mellette. Olyan szépek voltak, mint két virágszál. A hajik szépen félrefésülvel, szépen kiborotálkozval, szépen felültözvel. Mondom, ezek urak, boérok van, annak úgy mondják, boérok. Aztán bejött, aztán kérdezett, hogy hogy élünk, mit csinálunk. Aztán ott agyon ettünk, ittunk, énekeltünk, felvettem le 25 éneket akkor. Ennek alapján állíthattam fel, hogy a negyedik zenedialektus mellé egy ötödik is van, és ez a moldvai csángó magyar népdal. Indulj el egy úton, színeszem a szíkon, szöki megfoglatni, mit fogom mondani. És azt fogja mondani, hogy egy mozarási, és azt fogja mondani, hogy egy mozarási. E fuddal, jó szél fuddal, a bumodban a tohma. Az ENSZ magasrangú diplomatái és tisztviselői végre rájöttek arra, hosszú évtizedek után, hogy nem csak az anyagi kultúra emlékeinek, a műemlékeknek a megmentésével kell foglalkoznia, hanem igenis van az emberiség kultúrkincsének egy másik része, a szellemi kultúra világa. És ezért találták ki azt a nagy programot, ami azt célozza, hogy minden olyan kulturális érték megőrzésre kerüljön, amit az eltűnés veszélye fenyeget. Egy olyan világban élünk, ahol furcsa módon a globalizáció valami hihetetlen hulláma önti el mindennapjaink kultúráját, és ez azzal a veszéllyel jár, hogy a kis népek teljesen elvesztik kulturális arculatukat. Pedig a jövő Európájának nem arctalan, szintelen kis népekre van szüksége, hanem sokszínűségre van szüksége. Arra van szükség, hogy az egyes népcsoportok megőrizzék kulturális arculatukat, tudják azt és identitásukat, tudják azt, hogy kik ők, honnan jöttek, és hogy mivel tudnak hozzájárulni egy jövendő, sokszínű Európához. Binecuvântează ne pe noi, Doamne, și pe aceste daruri, ce le primim din Marea Ta bunătate, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
și al Fiului și al Sfântului Duh. Ez már a regiszterbe való bekerülés jelenteni azt a figyelmet, amivel már ezt nem lehetne semmisé tenni, ezt a kultúrát. Nem lehetne csak leradírozni vagy elfelejteni. Ezzel természetesen a regiszterbe való belekerüléssel jár több minden olyan dolog is, ami a védelmet biztosítja. Egyrészt az, hogy lehetőséget ad arra, hogy ennek a közösségnek, a csángó közösség kultúrájának a rögzítését, a dokumentálását a korszínvonalán a legjobb lehetőségekhez mérten tegyük meg, és ezáltal megint csak egy védelemben részesül a dolog. Másrészt pedig ez a nyilvánosság, amit a regiszterbe való bekerülés, majd a dokumentumok elkészítése és közzététele ad, ez biztosít egy védelmet a csángó kultúrának. Határon túli magyarságot legméltóképpen a csángó képviselhetik. Ők egy olyan példaértékűek népművészetükben, életstílusukban, életvitelükben, ami egyben egy nagyon szegény és szomorú sorsot is jelez. És példaértékű olyan értelemben is, hogy
rendkívül nehéz körülmények között évszázadok óta meg tudták tartani a hagyományukat, öltözéküket, táncaikat, és hát nem utolsó sorban a nyelvüket. És tulajdonképpen ezzel a fesztivállal az a célunk, hogy a határon túli magyarság néptánc, névzene hagyományait mutassuk be elsősorban, de mint említettem, itt a tárgyalkotó népművészet is nagyon jelentős szerepet kap. Sőt, azt tartjuk tisztességesnek, korrektnek, hogy miközben mi büszkék vagyunk a saját kultúránkra, saját értékeinkre, kutatjuk a gyökereinket, eközben tiszteljük más népek kulturális értékeit is. És ezért van az, hogy a Csángó Fesztiválra az első alkalomtól ez ideig, és remélem, hogy hosszú évtizedeken át mindig meghívjuk azokat a kisebbségben élő nemzeteket, akik itt az elsősorban itt a környezetünkben. A 18. század az, amikor tudatosul, hogy foglalkozni kell a csángókkal. Itt különösen utalnék a mádéfalvi veszedelem után a Székelyföldről Moldvába menekült plébánosra Zöld Péterre, akinek egyébként sikerült megtalálni a Batthyányi erdélyi püspökhöz írt nagyon fontos és részletes feljegyzéseit. A 19. század, amikor egyrészt a tudományosság már magasabb szintre él, másrészt a nemzeti ébredésnek a kora. Ebben az időben Gegőelek munkájára utalnék például, de Jernei Jánost is feltétlenül meg kell említeni. A Magyar Tudós Társaság megbízásából részint összekapcsolva a magyar őshaza, a magyar ősnyelv kutatásával utazók járják be Moldvát, és csodálkozva látják, hogy itt magyarok vannak, ugyanakkor látják, hogy egy egészen más magyar nyelvet beszélnek, és ettől kezdve azután a 19. század második felétől kibontakozott a csángó kutatása, csak a legfontosabb neveket szeretném említeni. Auner Károly, aki egy Bukarestben élő német pap volt, de magyarul is megjelent a munkája. Feltétlenül meg kell említeni Veres Endrét, aki az első világháború előtt magyar, a két világháború között román, a második világháború után ismét magyar tudós volt, aki egy nagyon fontos gyűjtést csinált. Természetesen Domokos Pál Péter nevét mindenképpen meg szeretném említeni, Lükő Gábort, Györfi István, tehát néprajzosok, nyelvészek, Benkő Lóránt foglalkozott nyelvész szempontból, és az én mesterem Benda Kálmán, aki egy kétkötetes moldvai csángó okmánytárat készített, és aki tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy igazán tudományos szintre és egyben igazán széles forrásbázisra alapozva tudományos szintre hozta a csángó kutatást. Egyszerűen fölháborította a Ceausescu érának az a román propagandája, hogy a csángókban valamiféle korcs elmagyarosított románt lát, korcs magyarokat, és ezért elhatározta, hogy a mindenféle hamisítással szemben tudományosan és csak tudományosan veszi fel a harcot. Tehát ez nagyon fontos, különösen foglalkozott azzal, hogy bárhol, ahol egy misszionárius vagy egy forrásban megemlíti, hogy itt ebben a csángó faluban románok laktak, vagy ebben a csángó faluban most már inkább beszélnek románul is, az feltétlenül le kell nekünk közölni, hogy senki ne gondolhassa azt, hogy ez egy olyan válogatás, amelyik a magyaroknak kedvez. Tehát az volt a terve, hogy a csángókra vonatkozó összes forrás kiadja egy kötetben, és ezzel szegül szembe a román történethamisítással. Igenis, arra van szükség, hogy népünk minél nagyobb rétegének adjunk történeti látást, felvilágosítást, és mivel a ma problémáit is csak azt tudja helyesen megítélni, aki tudja, hogy a múltból hogyan és honnan jutottunk el oda, ahol vagyunk, és a jövőt is csak azt tudja helyesen tervezni, aki látja az egész történeti nagyobb vonalat, én mindig azt vallottam, hogy igenis szükséges
minél szélesebb rétegeknek történeti műveltséget és látást adni. A magam részéről ennek igyekeztem eleget tenni. A csángó kultúra fontos, ugyanis a csángó kultúra nem más, mint saját múltunk. A sors kegyeltjeinek is nevezhetnénk magunkat, hogy ez a múlt nem csupán mítosz, nem csak levéltári akták porosodó halmaza, vagy képeskönyvek illusztrációja, hanem szó, mindmáig megmaradt beszélt nyelv, hites imádság, szokások, tárgyi kultúra, tánc és zene, egy szóval maga az élet. És ráadásul mindez ma már itt van, elérhető közelségben. Jóságos Istenünk, most szétdarabolódott nemzetünk legtöbbet szenvedett fiaiért, moldvai csángó testvéreinkért könyörgünk hozzád. Kérünk, bírd jobb belátásra vezetőinket, hogy az intézkedéseket, melyeket hoznak, a szenvedések megszüntetésére irányuljanak. Ne lója fel nekik senki, ha Szent István népeként anyanyelvükön akarnak imádkozni és tanulni. Hazám, hazám, csendes hazám, bár csak határit láthatnám. Éj, hazám, hazám, csendes hazám, bár csak határit láthatnám.